Köszöntöm nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök a Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő műsorokkal készültünk önöknek. A természet közelsége versmondó versenyt rendeztek Szekszárdon. Szívből és szenvedélyből zenélnek. A Csobogó együttes próbáján jártunk. Jubileum. Megrendezték a Tolna-Somogy vármegyei középiskolai angol műfordító versenyt. Színház, családi programok, kiállítás, koncert, előadás, hangverseny. Színes programkínálat a Babicsban. A természet szeretetére és annak fontosságára hívta fel a figyelmet a Szekszárdi Kulturális Központban megrendezett Hollós László versmondó vetélkedés. A megmérettetésre a vármegye egész területéről közel 20 iskolából csaknem 130 diák nevezett. Mivel szigorú témamegkötés nem volt, a repertoár színes volt, hiszen irodalmunk hemzseg a természettel foglalkozó líráktól. A versenynek a célja, mint ahogy a neve is mutatja, egy kicsit a természet közelségét közelebb hozni a gyerekekhez, a természet szépségére, a természet védelmére is felhívni a figyelmet. Azt gondolom, számos olyan kiváló költő van, számos olyan nagyszerű vers született az elmúlt sok-sok évben, és sok-sok évtizedben, amelyből mindenki megtalálhatja a saját életkorának, saját tehetségének illő verset, illetve vers részletet. 4 korcsoportban érkeztek hozzánk a gyerekek, ugye általános iskoláról beszélünk, az első, második osztályosok, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, illetve hetedik, nyolcadik osztályos gyerekek alkotnak egy-egy csoportot, 3 kiváló szakmai zsűri fogja értékelni ezeket a költeményeket. Igazából nincs konkrétabban meghatározva téma, mint a természet szeretete, a természet ismerete. Én azt gondolom, hogy az előző évek tapasztalati alapján ebben az évben is egy kiváló színvonalú és egy nagyon izgalmas vetélkerőre kerülhet sor, vetélkedésre pontosabban szóval. És továbbra is az a szándékunk, hogy ezekkel a műsorokkal, programokkal is színesítsük kulturális központunk kínálatát. A zsűri szigorú volt ugyan, de igazságos. Objektív és szubjektív szempontok is szerepet játszottak az ítéletek megalkotásában. Mint azt Csötönyi László, a zsűri elnöke elmondta, általában 3 szempont szerint értékelnek és pontoznak. Figyelembe veszik a versválasztást, hogy a versenyző korának és egyéniségének megfelelő verset választottak-e, a versnek hosszát és irodalmi értékét is. Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket, amely a parton ülő horgászban ért véget. Bekapom, ez finom falak, mondta volna a víz alatt a ponty. Figyelik tovább a művészi beszédet, technikai eszközöket, mint például az artikulációt, a légzés technikát vagy a hangsúlyozást. Izgatott fák halk morajra keltek, harangvirágok összecsilingeltek, s egyszerre feldalolt minden madár. A nyár. Harmadrészt pedig a művészi teljesítményt is értékelik, tehát a kisugárzást, a természetességet és a nonverbális eszközök használatát. És persze van egy szubjektív része is, hiszen mégiscsak művészi teljesítmény. Ebbe beletartozhat az is, hogy milyen a kislány vagy a kisfiú kiállása, milyen az, vagy mekkora az a művészi hatás, amit éppenséggel ő képvisel, és így áll össze tulajdonképpen egy egészséges elegy, amelyet követően majd a zsűritársakkal megbirkózva kialakítjuk a közös a végső eredményt. A versenyzők hosszas felkészülés után állhattak a közönség és a zsűri elé, a tapsviharok és a bírák elismerő pillantásai, biztató szavai minden nehézségért kárpótolták őket. Hári Míra, Vörös Sándor az Éjszaka csodái című versével készült. A város végig csupa szürkeház, a részegekre angyalka vigyáz. S a villanyfényben, mint aranykályban, alusznak a tűzfalak, háztetők. S a sorompon túl éven színlepelben, zizegnek a láthatatlan mezők. A messziség öblén pápisle fényég, mögöttük nyugodt mélység a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassal kell? Ha elzár tőlem a butalakat, lesajnál majd minket a víradat. Igazából sokat készültem erre a versmondó versenyre, nagyon izgultam, hogy mekkora lesz a közönség, meg hogy jól fogom elmondani a verset, és hát... Igazából ennyi.
Dr. Hollós László születésének 150. évfordulóján a jubileumi emlékév keretében Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése posztumusz Szekszárd város díszpolgárává avatta. Játszott a náda széllel és derűvel, s hazaindultam nádi hegedűvel. A Szekszárdi Települési Értéktárbizottság 2016-ban dr. Hollós László gombakutató életművét kulturális örökség kategóriába felvette a Szekszárdi Települési Értéktárba, ezt követően a Tolna megyei Értéktárbizottság is döntött a Tolna megyei Értéktárba történő felvételéről. A szekszárdi négy tagú zenekar próbáján jártunk. A 10 éve fennálló Csobogó együttes tagjai megzenésített verseket adnak elő sajátos stílusban. Azokra a kérdéseinkre, hogy mikor és hogyan alakult meg a Csobogó, Jenő válaszolt nekünk, aki a csapat alapítója, énekese és dalszerzője is. 2013-ban, amikor meghívtak Kölesre, Csúcs Endre kiállítására, akkor olyan dalokat vittem, amik számomra kedvesek voltak, nyilván nem gyerekdalokat, hiszen egyedül voltam ott. Majd ennek folytatásaként 2014 áprilisában a költészet napjára ismét meghívtak. Együtt dolgoztunk Fenyvesi Gáborral egy cégnél, egy pénzügyi cégnél, és tudtam, hogy ő is szereti a szép dolgokat, a zenét, mindenféle zenét, azt is tudtam, hogy rock, blues, és megkerestem, hogy figyelj Gábor, volna-e kedved? Én egyedül nem szeretek zenélni, vagy sokkal jobban szeretek zenélni közösségben, csapatban. És akkor mondta Gábor, menjünk. Úgyhogy elmentünk így ketten, egy ilyen két bongos, meg egy szárgitáros formációval. Ott volt velünk Decsikis János is, tehát mondhatnám, hogy a szüléskor, a születéskor Decsikis János volt a bába ezen a kiállításon, illetve költészetnapi eseményen. Majd 2016-ban Szálkán, ez is Jánoshoz kapcsolódik, összefutottam Decsikis Andrissal, meg hát sok más gitáros fiatallal, és akkor dzsemelgettünk, és tök jól éreztük magunkat, és ott a beszélgetés közben megtudtam, hogy Andris fuvolázik. És aztán mondtam a Gábornak, hogy mit szólnál hozzá, hogyha egy fuvolistával kiegészülnénk, ők is ismerték egymást, így aztán találkoztunk egy cukrászdában, úgyhogy 2016-ban hárman lettünk. Majd kerestünk, szerettünk volna tovább lépni, kerestünk egy énekelni tudó csellista hölgyet, aminek az eredménye végül is Horváth Tamás lett. Mert a hirdetésünkre senki nem jelentkezett. Tamás több éven keresztül muzsikált velünk. Sajnos a munkahelyi elfoglaltsága miatt ősszel nem tudta velünk folytatni. Így aztán Andrissal megkerestük Nemes Andrást, ő is András. Úgyhogy van két Andrásunk, meg négy júniusi tag, mert hogy nagyon fontos kitétel volt, hogy csak olyat veszünk fel a zenekarba, aki júniusi, mert már augusztusiból többet nem kérünk, illetve az augusztusi elhagyott bennünket. Úgyhogy így vagyunk most Csobogóval négyen. A Csobogónak négy tagja van. Fenyvesi Gábor, Decsikis András, Nemes András és Baboti Varga Jenő, aki arról is mesélt nekünk, hogy milyen stílust képviselnek. Mi úgy gondoltuk, hogy legyünk valamilyen mások, legyünk a saját zeneízlésünknek megfelelő stílust válasszuk, és ehhez itt a Csobogóban is ragaszkodunk. Nyilván nem tagadjuk le azokat a gyökereinket, amiről az imént beszéltem, hogy rockzenén, blueson, mindenféle dallamos popzenén szocializálódtunk. Persze vannak régebbi műfajok, amik azért itt nem jelennek meg, tehát diszkót azért nem játszunk, nyilván. Azért az mégsem, bár hallgattunk azt is annak idején. Úgyhogy nagyon széles azt gondolom a zenei palettánk, mert vannak bluesos dalaink, vannak jazz elemeket, swinges dalaink, vannak rock elemeket tartalmazó, mindenféle van, van néhány olyan dalunk, amiben itt-ottam ott a népzenei hangulat is megjelenik. Igyekszünk egyedivé válni, aztán, hát eddig úgy tűnik, hogy sikerült, aztán majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz még. Amikor főiskolás voltam, én sokat jártam Fehérvári dalos találkozóra egyedül. Nem nagyon rúgtam labdába, sőt egyáltalán nem. Ott a 70-80 részvevő közül a futottak még kategóriába tartoztam. De talán a másik vagy a harmadik alkalommal Ladányi Mihály költő, aki már sajnos nincs köztünk, oda jött egyszer hozzám, most mondta, hogy fiam,
Lehet, hogy nem te vagy itt a legnagyobb gitárvirtuóz, igaza volt egyébként, meg a legjobb énekes, abban is igaza volt. Remélem a másikban is, mert harmadszorra pedig azt mondta, hogy viszont az biztos, hogy azon kevesek közé tartozol, aki nagyon jól megtalálod a vers hangulatához illő zenét. Nyilván egy dalból úgy lesz végül produkció, hogy a zenekar valamennyi tagjának benne van az ötletet. Tehát én hiába hozok bármilyen számomra fantasztikus ötletnek tűnő dalocskát, hogyha srácok erre nem vevők. Én azt el szoktam fogadni egyébként, tehát én nem csinál problémát. Most például a legutóbbi próbán csütörtökön Csukás Pista bácsinak a felnőtt verseit próbáljuk most Bandival, azokat a dalokat, amiket ő még nem ismer. Az egyik dalban, amit az édesanyjához írt, új ötletek, tehát új ötletekkel gazdagodott a vokálba, olyan remek ötlete volt Gábornak és Andrásnak, amit hát még nincs vége, hozzáteszem, csak akkor kezdtük el, de olyan tök jó érzésekkel mentünk haza a próba után, a Gábor úgy köszöntük el egymástól, hogy ez igen, ez egy baromi jó próba volt. Tehát elkezdtünk Csukás Pista bácsinak a felnőtt verseivel foglalkozni, és tavaly a születésnapja az április 2-a, és akkor vetődött fel ez a gondolat, hogy csináljunk még további verseket, majd amikor a Versünnep Fesztiválon külön díjat nyertünk ezzel a dallal, akkor úgy megerősödött bennünk, hogy igen, akkor foglalkozunk Pista bácsival, és gyakorlatilag a másik Csukás című műsorunk az erre épül, hogy jellemzően abban a 16 dalban Csukás Istvánnak a felnőtt verseiből válogattunk, illetve azoknak a barátoknak vagy pályatársaknak, akik elindították őt ezen a mese vagy gyerekvers vonalon, mint Kormos István, vagy a legjobb barátjai közül Kányádi Sándor, illetve Dicső Zsoltnak is van abban egy verse, mert hogy Lázár Ervin volt a legjobb barátja, hiszen a temetésén is Pista bácsi búcsúztatta, viszont nem találtunk olyan hangulatú verset Lázár Ervintől, ami ebben a műsorban illett volna, és akkor Dicső Zsolt írt egy kis balladát a két embernek a barátságáról, úgyhogy azzal fejezzük a műsort. Tehát tulajdonképpen most ez az egyik. A másik műsorunk a Szavakon túl, ami arról szól, hogy illetve ami úgy áll össze, hogy részben az előbb említett Csukás versek közül válogattunk oda, illetve miután nagyon sok olyan dalunk van, amit szekszárdi költő vagy költők versére írtunk, itt Babicstól kezdve Baka, Jánosi Gyuri, Dicső Zsolt, Kispál Pista, remélem nem hagytam ki senkit azok közül, bár van Darvas Erdi bácsitól is egy árdeventi dalunk, de nyilván azt most ebben a műsorban azért miután nem annyira időszer, ezt nem tettük bele. Úgyhogy a másik műsor, ez a bizonyos Szavakon túl, az pedig ezekből a dalokból áll, tehát részben szekszárdiak, részben Csukás Pista bácsi verseiből. Hogyha nagyon vissza akarok menni az időben, akkor olyan általános iskola, második, harmadik osztály, tehát miután már otthon a teniszütőre is madzagokat kötöttem, hogy azzal a gitározást vagy a tamburázást imitáljam, akkor a szüleim úgy gondolták, hogy beiratnak zeneiskolába. És hát klasszikus gitárral kezdtem, majd aztán jött a billentyű, később népi hangszerek, tambura, citera, stb. Igazából gitáros vagyok, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy gitáron tudok, a többi hangszeren meg úgy szoktam játszani. Viszont itt a Csobogóban éppen basszusgitárosra volt szükség, és mivel nekem ez a megzenésített vers műfaj, amit ők csinálnak, illetve most már mit csinálunk, közel áll a szívemhez, azért hát úgy a sok-sok egyéb elfoglaltságom ellenére ez egy ilyen szívből hozott döntés volt, hogy igent mondtam. Miért szeretek zenélni? Hát azért, mert zene nélkül a világ nem lenne az, ami. Zene nélkül nem tudnék létezni. Tehát ez valahol olyan mélyen benne van a zsigereimben, nem tudom az életemet elképzelni nélkül. Hát nekem ez jutott, amit itt látok előttem, minden, amit lehet ütni és csapkodni, az az enyém. Van elektromos dobom, vannak akusztikus ütőfelületek, de a metalofontól sem riadtam meg, van egy olyan dalunk, amiben éppen azt kell használnom. A zene az első 3,5 évben az utálatot jelentette. Tehát nekem fél órákat kellett gyakorolnom fuvalán, és minden nap, szombat, vasárnap is nap volt, fél órát, édesanyám hegedült fiatal korában, ott állt mögöttem, ő aztán hallotta, hogyha valami nem úgy megy, és hát sírva nagyon nehéz fuvalázni.
amikor Wilhelm Popot nem tudtam, gyönyörű darabokat ír, de rettentő technikás, tényleg rettentő. Aztán a negyedik évben történt valami, amikor egy akkor nekem tetsző dalt el tudtam puvalázni, csak úgy kijött a csőből. Hát ez elejét is lehet, nem csak a Wilhelm Popot, onnantól kezdve imádom a fuvolát. Aztán elkezdtem gitározni, itt a Csobogóban, 1, 2, 3, 4, 5 féle pengetősen, illetve fuvolán játszom. Hát többiek is pengetőznek, úgyhogy nekem a fuvola marad nagyon sokszor, de szeretem. Idén júniusban ünnepli az együttes a 10. születésnapját, erre a jubileumi alkalomra nagy örömmel hangolnak, készülnek a zenészek. Az eseményt idén már 30. alkalommal rendezte meg a Szekszárdi első Béla gimnázium, lehetőséget teremtve nem csak a versenyzésre, hanem az angol száz kultúra mélyebb megértésére és a diákok látókörének szélesítésére. A verseny témája a hősök, rejtett hősök, a jelen példaképei, ami inspiráló és aktuális kérdéseket vet fel a fiatalok számára. Az idei Tolna Somogy megyei középiskolai angol műfordító verseny különleges jelentőséggel bírt. Ennek a mérföldkőnek a megünneplése még inkább kiemelte az esemény fontosságát és hagyományát a régióban. Ez a jubileum év lehetőséget adott nekünk arra, hogy egy kicsit megújuljunk, és kicsit trükkösen fordítsunk az eddigi szokásokon. Ugye a mesterséges intelligencia előretörésével az első, eddigi első rész, ami egy fordítási feladat volt, irodalmi művek, újságcikkek fordítása volt, azt átpakoltuk ide most a második fordulóba, mert mi azt szeretnénk, hogy a fordítási verseny lényege, a fordítás megmaradjon. Nagyon fontos nekünk, hogy a nyelvoktatás fontossága abban is nem érhető, hogy a gyerekeket motiváljuk ezekkel a külön versenyekkel, osztályon kívüli, tanórán kívüli lehetőségekkel arra, hogy minél inkább kipróbálják magukat. Például most indulunk hétvégén szombaton Lengyelországban egy Erasmus Plus programmal, ahol 11 gyerek fog tudni kapcsolt be a képességeidet címmel megismerkedni lengyel, illetve ukrán kollégákkal, illetve diákokkal, kapcsolatokat építeni és használni az idegen nyelvet. Az első fordulót online platformon tartották, majd a második fordulóban 22 diáknak adatott meg a lehetőség, hogy írásban és szóban is bizonyíthassák tudásukat. A verseny ez mindig egy óriási élmény, már csak megtapasztalni is, hogy milyen ügyes diákok jönnek, milyen ügyes nyelvtudással rendelkeznek, mennyire komolyan veszik, tehát hihetetlen látni, hogy teljes lelkesedéssel, magabiztossággal kiállnak, előadják a témájukat, és hogy olyan mély témákat is választanak, olyan nehéz témákat, amit azért így kamaszkorban azt hiszem elég nehéz előadni, főleg angol nyelven, és hogy ők ezt megtanulják, és mellette ugye mennek a fordítások, ott is mindig én válogatom össze a fordításokat, mert én egy szakfordító és tolmács is vagyok így az angol tanárság mellett, és igyekszek azért eléggé nehéz fordításokat választani, hogy azért nehéz legyen a diákoknak, kelljen gondolkodni, hogy ott a különböző reáliákat és kifejezéseket, azt a terminusokat hogy tudják lefordítani. Fancy refers to as being the most powerful woman in the world in the 80s, and she's known for her very strong set of principles. Most már 30 éves ez az angol verseny, és minden évben igyekszünk valami kreatív dolgot kitalálni. A tavalyi évben volt például festés, amikor a diákoknak be volt kötve a szemük, és úgy kellett egy lapra festeniük. Most lufival, tortával készültünk, 30-as lufival, tehát mindig valahogy próbáljuk egy kicsikét színvonalasabbá, választékosabbá tenni ezt a versenyt. A jövő év az majd meglepetés lesz. És hát most ez miatt is próbáltunk megint egy kicsikét nehezebb szövegeket, nehezebb témát választani, hogy egyre jobban azt hiszem tartsuk a színvonalat és mérjük a diákoknak a tudását. Ezáltal a verseny során nem csak tudásukat gyarapíthatták, hanem a résztvevők szociális készségei is fejlődtek, ami hosszú távon is hasznos lehet az élet minden területén. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes témákat hoztak a versenyzők, és nagyon jól ki tudják fejteni. Tényleg látszik rajtuk, hogy
komolyan veszik, és élvezhető, azt gondolom, teljesen más témákról van szó. Ugye az átfoglaló nagy téma az ugye, hát a történelem hősei, azonban nagyon sokféle pontból közelíti, ezt meg nagyon, nagyon sok ember, és ez nagyon jó látni, hogy tényleg nem egy dologra épül az egész, hanem vannak más és más ötletek. A prezentációkat látva azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyesek, és hallani, hogy nagyon szépen beszélnek angolul, és látszik, hogy felkészültek, szóval nagyon-nagyon érdekesek a prezentációk, és jó hallgatni. Szóval így szervezőként is kicsit olyan, mintha én is egy néző lennék, mert meghallgathatom ezeket a prezentációkat. Sokan kizárólag az angol nyelv szeretete miatt jelentkeztek, mások tanáraik javaslata alapján döntöttek úgy, hogy megmérettetik magukat. Hát igazából nagyon jó ez a verseny, mert így láthatjátok, hogy a hangulat is milyen jó itt, meg minden. És az angol tanárnőmnek köszönhető, hogy én jöttem a versenyre, és akkor hát így, és akkor évek óta így szereplek, és hát nem tudom, egyre jobb így évekkel. A Babits Mihály Kulturális Központ a következő hetekben is bővelkedik a jobbnál jobb program lehetőségekkel. Berlinger Attila, az intézmény ügyvezető igazgatója műsorajánlója következik. Következő napokban, hetekben újra izgalmas és érdekes programokkal készül a Babits Mihály Kulturális Központ a városlakók és a hozzánk érkezők számára. Kezdeném talán a színházi programokkal, amelyekről már minden bizonnyal sokan értesültek. A következő napokban folytatódnak a színházi bérletsorozatunk előadásai, például az Orfeum bérletünk második előadásához érkezik, Márai Sándor Kaland című előadását láthatják a kedves nézők. Ez egy igazi dráma, amely az élet fontos eseményét boncolgatja, tele van szerelmi és karriertörténettel, élethazugságokkal és egy nagyon jó végkifejlettel, de ugyanolyan szeretettel fogjuk várni a gyerekeket, hiszen Maugli, a dzsungel fia című előadás Kipling örökérvényű regényét fogja bemutatni. Itt február 29-én csütörtökön délelőtt az ovisok, délután pedig a kisiskolások érkeznek hozzánk. Talán egy még ennél korábbi programra is szerettem volna felhívni a figyelmet, a Monarchia Operett korábban elmaradt előadását ezen a vasárnapon tudjuk pótolni. Az operett kedvelőinek egy igazi csemege vár itt a színházteremben mindenkit. Február 26-án van a kommunista diktatúra áldozatainak az emléknapja, ezt hosszú évek óta az országban mindenhol megünneplik, illetve megemlékeznek erről a szomorú tényről. Hozzánk évek óta mindig egy-egy kiváló előadó is érkezik előadást tartani. Ebben az évben is Katona Csaba történészt látjuk vendégül, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának egy kiváló tudósát, történészét, aki az egész történelmi hátteret nagyon érdekesen és sok történelmi ténnyel alátámasztva fogja bemutatni a hallgatóságnak 26-án hétfőn. Nagy rendezvények, kiállítás, koncert, színház, családi programok, előadás, hagyomány, mozi, szabadidő, hangverseny. A következő hetekben is széles spektrumban kínál minden korosztály számára kikapcsolódást a Babits Mihály Kulturális Központ. Hamarosan érkezik a tavasz, az időjárás már most is ezt mutatja, de a naptárra tekintünk, akkor március első hetei igazából a nőnap lázában égnek nálunk is. Nagyon érdekes és kiváló programokkal készülünk több napon keresztül. Van még egy régebbről elmaradt programunk, amelyet március 4-én hétfőn a házasság hete alkalmából szeretnénk a vendégeinknek előadni, hogyan kapcsolódjunk jobban a másikhoz. Azt gondolom, ez már egy jó felvezetése lehet annak a nőnapi kavalkádnak, amely majd március 9-én szombaton érkezik ide hozzánk. Korábbi években is hatalmas sikert alatott az az egész napos program, ami itt lesz a Babicsban, csajos cuccok vásárától kezdve bababőrze, minden, ami a hölgyek érdeklődésének, kíváncsiságának megfelelhet, különböző lélektani, motivációs előadások, egészségügyi állapotfelmérés, aktivitások, mozgások, igazi családi és csajos mozifilmek is várnak mindenkit, kiváló koktélok, és a táncos lábúakat is ugyanezen az este nagy szeretettel invitáljuk a placra. Március 9-én egy hamisítatlan nőnapi retro party, egy kiváló sztárvendéggel, Bétót Lászlóval és DJ Táborfi kollégánkkal. Azt gondolom, aki a 70-es, 80-as, 90-es évek retro diszkozenéjén nőtt fel, az itt igazából megtalálhatja ifjúkorának a legkiválóbb zenéit is. Március 11-én hétfőn
még mindig egy picit a nőnapra koncentrálva, egy nagyon érdekes aspektusból szeretnénk rátérni erre a témára. Itt most az apák lesznek majd a főszerepben. Egy kiváló stand-up comedy is Lengyel Tamás érkezik hozzánk, Kitolás címmel, apanevelés kezdőknek és haladóknak. Hát kedves apukák, akik átélték már gyermekvállalás után a babakocsi vásárlás borzalmait, a levakarhatatlan nőrokonokat, illetve hát olyan nőies dolgokkal kellett megismerkedjenek, amit álmukban sem gondoltak. Remélem ők is túlélték, és már edzett apukává váltak. Ennek a humoros és sok szempontból megvilágított oldalát láthatják március 11-én hétfőn este 7 órakor. Kedves nézőink, önök a Tolnatáj TV Kultúrszoba című magazinunkat látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!